estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják december 5-én, hétfőn este 7 órától. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban röviden. Meggyújtották a második gyertyát a város adventi koszorúján Sátoraljóújhelyen. Mikulás futás, idén is jótékony szándékkal. Továbbra is zajlanak a tárgyalások a Sátoraljóújhelyi kisposták újranyításáról. Hagyományosan advent mindegyik vasárnapján meggyújtanak egy gyertyát Sátoraljóújhely város koszorúján. A második városi advent vasárnap is gyermekműsorral indult, melyet ez alkalommal a Petőfi Sándor Református Általános Iskola diákjai adtak elő, mely után Jászter Beáta és Novák Zoltán zenés összeállítását hallgathatták meg az egybegyűltek. Idén a második advent vasárnapi gondolatokat dr. Fazekas Márk, a város aljegyzője mondta és gyújtotta meg a gyertyát Dezső Attila református lelkésszel. Johann Heinrich Wichern, protestáns lelkész, az által alapított első gyermekotthonban 1838-ban az egyik terembe hatalmas csillárt készítetett fából, és minden liturgia alkalmából egy-egy gyertyát tűzött rá. Más otthonok is átvették a szokást, s évről évre egyre szebb csillárkoszorúk születtek. 1860-ban Berlin Tegelben született meg a gondolat, hogy fonott fenyőkoszorúval helyettesítsék a fakarikát, és a 24 gyertya helyett csak 4-et tettek rá, amelyek a 4 adventi vasárnapot jelképezték. Minden vasárnapon egyel több gyertyát gyújtottak meg. Ez a szokás immáron teljesen elterjedt hagyománya legtöbb keresztény felekezet körében, és Sátoraljóújhelyen az is hagyománnyá vált, hogy a városnak is van egy nagy adventi koszorúja, melyen a gyertyákat mindegyik advent vasárnapon más köztiszteletben álló személy gyújtja meg. Idén a második gyertyát a város aljegyzője gyújtotta meg, és osztotta meg gondolatait advent ezen vasárnapjáról. Mivel a második adventi gyertya gyújtása a reményről szól, remény fogalmáról, így úgy gondolom, hogy a mai viszontagságos időkben, amit a néhány év mögöttünk álló év okozott, az a legfontosabb, hogy ne vesszen a lelkünkben a remény, és ez folyamatosan fennmaradjon, és ehhez kapcsolódóan úgy gondolom, hogy fontos elhatározásokat is kell tennünk életünkben a várakozás hetei alatt, és azért fontos ezt konkrétan meghatározni, hogy később önreflexiót, vizsgálatot tudjunk a lelkünkben elvégezni, hogy sikerült-e a célkitűzéseinket elérni. A második adventi hétvégén műsort a Petőfi Sándor Református Általános Iskola tanulói adtak, majd Jászter Beáta és Novák Zoltán dalcsokrát hallgathatták meg az átszellemülni vágyók, és ezen napon tartották a szintén hagyománnyal rendelkező Mikulás futást is. Lelki feltöltődésről is szól az advent, a várakozás néhány hete, úgyhogy fontosnak érzem, hogy a szeretet, a béke, a belső tisztaság, és ahogy említettem is, mivel a második gyertyát gyújtuk, de szerintem most jelen pillanatban a 4 gyertya közül ez a leghangsúlyosabb üzenetet, ez hordozza. Így a remény kapcsán is helyezzük el gondolatainkat a várakozások ideje alatt, úgyhogy kellemes várakozást kívánok mindenkinek. A gyertyát dr. Fazekas Márk aljegyzővel közösen Dezső Attila református lelkész gyújtotta meg. Idén megtartották a jótékonysági másfél kilométeres Mikulás futást Sátoraljóújhelyen, mely nevezési díjai olyan tárgyak, amelyeket a Magyar Vöröskereszt juttat el a rászorulóknak. Az esemény lebonyolításában a Sátoraljóújhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnázium tanulói működtek közre. Sátoraljóújhelyen az advent második vasárnapján tartott karácsonyi forgatag keretében rendezték meg a Mikulás futás nevű hagyományos jótékonysági eseményt, melyre a nevezési díjak, könyvek, játékok, esetleg tartós élelmiszerek voltak, amiket a rászorulókhoz juttat el a Magyar Vöröskereszt. 10. éve kapcsolódunk a Mikulás futáshoz. Kapabik Edén a főszervező, ő indította útjára, és nagyon jó ötletet talált ki. Hálásak vagyunk, hogy karácsony közeledtével játékokkal, tartós élelmiszerrel, mesekönyvvel, esetleg ruhával ajándékozzuk meg ő általuk is a nehéz sorsú családokat, hiszen a nevezési díj
az ezekből áll. A főszervező arról beszélt, hogy minél több nevezőt várnak, ugyanis az esemény elsődleges célja a segítségnyújtás, így a testmozgás egy nemes céllal van összekötve. Azt szeretnénk, hogyha minél többen jönnének el, nem olyan túl sokan szoktak sajnos eljönni. A célja az jótékonykodás, és bármivel jöhetnek, akár egy tábla csokival, egy meséskönyvvel, tartós élelmiszerrel, használt játékkal, az adományokat pedig a Vöröskereszt gyűjti össze és juttatja el a rászorulóknak. Úgyhogy ha azt gondolnám, hogy az egész város itt van, talán lehet, hogy még akkor is kevés lenne az adomány a mai világban, de természetesen minden apró dolognak örülünk. Ez már több, mint a 10. Mikulás futás, és azért egy 70-80-as létszám minden éven összegyűlik. Right. A táv hossza körülbelül 1500 méter, tehát nem teljesíthetetlen, bárki számára teljesíthető, a legkisebbektől a legnagyobbak számára. Igazából innen elindulva a Dózsa-György utca, Vasvári Pál utca, Árpád utca, Bercsényi utca, és akkor itt a Papsoron futnak vissza a versenyzők, de akinek sok az 1500 méter, vannak rövidítési lehetőségek. Az útvonalon végig a Kossuth gimi diákjai állnak ilyen szép kis Mikulás sapkába, és irányítják a versenyzőket, illetve a rendőrség segít a helyszín biztosításában. A futáson ezen az éven is sokan családostól vettek részt, így egy kellemes programon keresztül tud a legkisebbek számára tudatosulni a segítségnyújtás fontossága. Továbbra is zajlanak a tárgyalások a sátoraljóújhelyi kisposták újranyításáról a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A tárgyalásokról minden részletet nem árulhatott el Szamosvölgyi Péter, azonban a Széphalmon lévő posta ügyében bizakodó a tárgyalások jelenlegi állása tekintetében, tájékoztatta nézőinket híradónkon keresztül. Mint többször is értesülhettek kedves nézőink, Sátoraljóújhely város vezetése mindenáron újra szeretné nyitatni a területén lévő két ideiglenesen bezárásra ítélt postai kirendeltséget. Így a Fasorit és a Széphalmit, hisz az előbbi a város nagy üzemeiben dolgozók számára fontos, míg utóbbi a település részen élőknek. A város javaslata a két fiók posta rezsiköltségeinek átvállalása, mely ügyben a Nemzetgazdasági Minisztériumban most is folynak a tárgyalások. Minden részletet ugyan nem árulhatott el a polgármester, de elmondta, bizakodó jelenleg. Ami publikus, azt mondanám el, ugye két postát szeretnénk újraindítani, amihez az önkormányzatnak anyagi hozzájárulása szükséges. Én azt gondolom, hogy a Széphalmi Posta újraindítása a január hónapban megtörténhet. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára jó hír, aki Széphalomban lakik. A másik kirendeltség esetében sem adják fel a reményt. A második posta esetében, ez pedig a vasútállomáson lévő posta kirendeltség, ha jól mondom. Itt pedig tovább kell, hogy folyjanak a tárgyalások. Itt meglehetősen messze van a két álláspont egymástól, de nem tartom kizártnak, hogy itt is sikerrel járhatunk. Én mindent el fogok követni ennek a postának a újranyitása érdekében. Rajtunk nem múlik. Azt szeretnénk, hogy a újhelyi emberek azt a komfortot, amit megszoktak, ha lehetséges, akkor megtartsák. Tudjuk azt, hogy a áremelkedések miatt ezt egyre nehezebben lehet megoldani, mind a postának, mind pedig az önkormányzatnak is, miután itt pénzről van szó. Ettől függetlenül nem mondunk le róla, úgyhogy megyünk tovább, megyünk előre. A tárgyalások eredményeiről a továbbiak során is igyekszik majd televíziónk napra készen tájékoztatni a nézőinket, hiszen minden sátoraljóújhelyi számára fontos ügyről van szó. A Sátoraljóújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja készenléti szolgálatot biztosít a nyitvatartási időn kívül az ünnepek alatt is. Ennek az egyik fő célja, hogy azonnali segítséget tudjanak nyújtani a krízis helyzetben lévőknek. A készenléti ügyelet ideje hétköznaponként 4:30 és reggel 7:30 között, hétvégenként és munkaszüneti napokon pedig 24 órában hívható. Mint ahogy már korábban beszámoltunk róla, a Sátoraljóújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja több éve nyújt segítséget készenléti szolgálat keretein belül az arra rászorulóknak. A központ Sátoraljóújhelyről és járási településeiről várja a krízisben lévő hívásait a 0630 504 73 15-ös telefonszámon, ami normál díjszabással hívható. Ezt a szolgáltatást a járás egész területén élő
sérülőknek biztosítja a Család és Gyermekjóléti Központ. Ez egy speciális szolgáltatás, és krízis helyzetben, illetve sürgősségi helyzetben lévő emberek, személyek, családok vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. A hívást egy szociális szakember fogadja. Nagyon fontos, ki kell emelni, hogy ez nem személyes segítségnyújtás jelent, tehát egy telefonos segítségnyújtást, és itt a szociális szakember információt ad, tájékoztatást nyújt, illetve sürgősségi helyzetben azokat a szolgáltatásokat, illetve szerveket mozgósítja, ami a krízis megoldásához feltétlenül szükséges. A szakemberek többféle helyzetben tudnak segítséget nyújtani. Krízis helyzet az nagyon sokféle lehet, például kapcsolati problémák, bántalmazások, illetve minden olyan élethelyzet, amelyben azonnali segítséget igényel az egyén, mert hogy az életét veszélyezteti az adott helyzet. Az ünnepek közeletével elmondható, hogy gyakorlatilag hétvégén, ünnepnapokon és minden egyes időszak alatt a Család és Gyermekjóléti Központ ezt a speciális szolgáltatását folyamatosan biztosítja, állandóan hívható a telefonszám. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a rászorulók a legszükségesebb esetben veszik igénybe a készenléti szolgálatot. Mind az ünnepek és mind a hétköznapok alatt is biztosítva van a szolgáltatás, így aki veszélyben érzi magát, az a 0630 504 73 15-ös telefonszámon kaphat segítséget. 11. alkalommal tartottak vadkolbásztöltő fesztivált Mikóházán, melynek a célja a vadhús fogyasztás népszerűsítése is. A megjelent csapatok nem csak a legfinomabb kolbász kategóriájában mérték össze erejüket, hanem pálinka, pogácsa sütő és nóta verseny is zajlott, mindez csodálatos napsütésben, így a jó hangulat garantált volt. Egészség! Idén az időjárás is kifejezetten kegyes volt a Mikóházi vadkolbásztöltő fesztiválhoz, melyet 11. alkalommal tartottak meg a hegyközi településen. A vendégek nem csak a hasukat tölthették meg, hanem különböző bemutatók, műsorok és élőzene is szórakoztatta őket. A rendezvénynek azonban nem csak az a célja, hogy a jelenlévők jól érezhessék magukat, hanem hogy népszerűsíteni lehessen a vadhúsfogyasztást. És nagyon szeretnénk az embereknek a fejébe azt tudatosítani, hogy nincs ezzel semmi baj. Fogyasztható, bevizsgálva nagyon fogyasztható, úgyhogy ezt szeretnénk promóciózni, és pont erre van 11 éve ez a rendezvény, hogy mindenki lássa, kóstolja, hogy a vadkolbász, vadnak az elkészítése az tökéletes. Programok arról szólnak, ugye, hogy töltsünk vadat. Töltsünk vadkolbászt, csinálják a csapatok, legyen egy komoly zsűri, bírálja azt, hogy melyik volt a legjobb vadkolbász. Itt mindig az a jelentőség, és azt emelnek mindig, hogy vad kolbász, de szarvas húsból készül, és ezt fogyasszák az emberek, tehát ez lesz a jelentőség ennek, hogy mindig is vadból lehet tölteni, semmi baj nincs vele. Hazánk természeti adottságainál fogva akár 20 millió ember élelmezését tudja biztosítani, mondta el a vadkolbásztöltő verseny zsűriében helyett foglaló Nobilis Márton államtitkár. Ebben nagy szerepe van az erdőinkben élő vadaknak is, de mindezek mellett ez vadhús, ez egy kiemelten bio élelmiszer. Ugye a vadászokkal szemben a zöld lobby az egy ellenálló dolog, de itt nem csak vadászatról beszélünk, hanem vadgazdálkodásról. Ezeket a vadakat, hogyha őrizzük, akkor ezek élelmiszernek is alkalmasak. Egy egészséges, jó minőségű élelmiszernek, számunkra pedig az a legfontosabb, hogy a magyar családok asztalára jó minőségű, egészséges és magyar élelmiszerek jussanak el. Sok dolgunk van még abban, hogy a vadhúst tovább népszerűsítsük, ezért is vagyunk itt ezen a rendezvényen. Idén az első helyezést a Mikóházi Fatelep csapata érte el. Harmadik alkalommal vagyunk itt, egyáltalán nem számítottunk semmilyen helyezése, bár legelső alkalommal kaptunk a tálalásra egy külön díjat. Hát maga a jó kolbásznak a receptjét nem lehet elmondani, ez olyan, mint a magyar foci, tehát mindenki ért hozzá. A jó kolbász receptje gyakorlatilag jó hús, jó fűszer és ezeknek az aránya. Mi egész éven erre készülünk, erre a napra, nagyon várjuk, nekünk ez egy ünnep. Tehát olyan, mint egy szüret, a disznótor az egy ünnep, mi úgy is éljük meg ünnepként. A rendezvényen tartott pálinkamusra keretében közel 30 pálinkát kóstolt a zsűri,
de pogácsasütő és nótaéneklő verseny is zajlott. Idén először egy vadhúsfogyasztás népszerűsítő konferenciát is tartottak a rendezvény napján a település közösségi házában. Hírműsorunk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét egy-egy mondatban röviden. Meggyújtották a második gyertyát a város adventi koszorúján Sátoraljóújhelyen. Mikulás futás, idén is jótékony szándékkal. Továbbra is zajlanak a tárgyalások a Sátoraljóújhelyi kisposták újranyításáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jövünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra!